hogyan történik. Na, nézzük, hogyan fog történni. Ha minden igaz, akkor a Tomi ebben a pillanatban 2-0-ra megnyerte a Ki lesz a főnök a házban, a családban történő játékot, hiszen az ő keze volt felül az irányító kéz. Egy nagy tapsot szeretnék kérni nekik. Megvan az új góri, viszont az első közös feladat. Ez lesz az első egy-egy falatunk. Tessék parancsolni. Hát mutasd meg, mit tudsz, atya! Na gyerünk! Milyen gyorsan megoldott a feladatot? Szerintem tudják, mire gondolom. Hova rakjam, Mária? Oda végére? Középsőre, jó? Rakjam bejjebb? Na nézzük, figyelj! Tartsd oda, légy szíves! Mi lesz a nász éjszakán? Fáj a feje! Fáj a feje! Alig pár órája, házasok is már is, fáj a feje! Éljen az ifjú pár! Mindenki tudja, mi lesz a nász éjszakán! Ha mondom a mesében a nevedet, akkor fel kell kattanni, majd visszaülni. Ha nem álltok fel, vagy rosszkor teszitek, inni kell. Stim? Figyelj! Dumál, nem fog... Látom már, mennyit fog inni. Figyelj, következő kocsi szóra. Tehát a kocsis, az a kocsis szóra fog felállni. Az ifjú pár, mint király, királyné lesz szólítva, fölpattan visszaül. De a kocsi szóra mindenkinek fel kell pattanni. Tehát a saját neveden kívül a kocsi szóra is. Hol volt, hol nem volt? Élt egy király? Szeretlek, drága! Iszol! És akkor már is kap egy, mit innál egyébként szívesen. És egy királyné. Szeretlek, drágám. Na ez így nagyon megy, látod? Egy napon úgy döntöttek, hogy tesznek egy utazást. Erre a király azt mondta a királynének. Szeretlek, drágám. Kedves királyném. Szeretlek, drágám. Annyira jó lenne, ha a főtéren megállítanád a kocsit. A térre megérkeznél. Állnak a lovak. A kocsis. Mindkét első és hátsó kerék. Késő! Királyné is! Királyné, te mire ugrottál föl ilyen hirtelen? Tehát az egész kocsi kezükbe vesznek egy poharat, és az ifjú párnak minden jót kívánnak egy jeles nap alkalmából. Vigyük vele, kedvük a munkat a játékon! Nagy küzdelem volt!